Köszöntöm Önöket, az ünnepi beszélgetések mai vendége, dr. Varga Péter, rendőrfőkapitány, rendőrdandártábornok. Jó napot kívánok, üdvözlöm, és nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat ebben az esztendőben is. Tisztelettel üdvözlöm a kedves nézőket. Karácsony után vagyunk, most már ilyenkor évvége fele az ember szívesen vett számot, és igazából azt gondolom, hogy mindegy, hogy civil munkahelyről van szó, vagy akár a megyei rendőrségről, de azt gondolom, hogy főkapitány úr olyan, aki a csapatért mindent megtesz. Nem tudom, hogy ez az esztendő biztosan nem volt egyszerű. Mi az, amit karácsonyra idézőjelesen kaphattak a csapattagok? Mi az, amit sikerült megvalósítani az emberek tekintetében? Mi az, amit kaphattak a Fejér megyei rendőrségtől? Én azt gondolom, hogy a szakmai feladatainkat jó színvonalon elláttuk egész évben. Ez sem volt egy egyszerű év, de ez már a 10. évemet kezdtem, szeptember 1-e után, és azt gondolom, hogy egyik év sem egyszerű, mindegyiknek megvan a maga specialitása. Most is voltak olyan feladatok, amikkel régebben még nem nagyon találkoztunk, mondjuk 2020-ban már igen. Gondolok itt a pandémiás helyzettel kapcsolatos rendőri tevékenységre, de emellett ugyanúgy a szakmai feladatainkat el kellett látni, és azt gondolom, hogy ezt nagyon jó színvonalon teljesítette a Fejér megyei rendőrfőkapitányság teljes személyállománya. De hogy a rendőrök nem csak rendőrök, hanem emberek is, és azt gondolom, vagy erre próbáltam ráirányítani a figyelmet, hogy főkapitány úr mindent megtesz azért, hogy biztonságban tudják végezni a feladataikat a kollégák. Hát én azt gondolom, hogy egy rendőri vezetőnek ez az első és alapvető feladata, hogy olyan körülményeket igyekezzen teremteni, hogy a kollégák a munkájukat teljes biztonsággal és teljes és megfelelő színvonalon tudják ellátni. Ez egy alapvető vezetői feladat, és minden kollégámtól ezt kérem, illetve el is várom, aki vezetőbeosztásban dolgozik, hogy úgy tegye a munkáját, hogy a effektív közterületi állomány, vagy épp a bűnügyi állomány, aki a rendőri feladatokat végzi, ő ezt a színvonalat el tudja érni, mint amit 2021-ben is elértek. A COVID-helyzet sokkal több feladatot rót Fejér megye rendőreire is. Melyek voltak azok a többlet feladatok, amelyeket ebben az esztendőben el kellett látni, és hogyan sikerült mindezt megoldani? Vannak-e elegen a rendőrségen? Én azt gondolom, hogy elegen vagyunk, tehát a mi létszámunk az 90% körüli feltöltöttséggel bír. Minden feladatot el tudtunk látni. Igen, vannak plusz feladatok. Itt ugye alapvetően a normatív előírásoknak a betartatása és annak az ellenőrzése, ahol a kollégáim azt gondolom, hogy a fokozatosság elvét mindig betartva intézkedtek, illetve vannak olyan adminisztratív feladatok is, ami ezzel kapcsolatos. Mindegyik azért jelentős időben energiába kerül, de sikerült ugye a munkát szerveznünk, hogy a szakmai munka emellett ne sérüljön. Kiírtam néhány dolgot, amire emlékszem ebből az évből. Az biztos, hogy nem kellett kiírni, hogy januárt tulajdonképpen úgy kezdtük, hogy egy egész országot megmozgató fegyveres rablás történt Székesfehérváron. Azért ez nem volt egyszerű, de az elkövetőt ezt mégis néhány órán belül sikerült kézre keríteni, és ami még az aktualitását is adja, hogy tényleg néhány héttel ezelőtt fejeződött be a nyomozás. Mi az, amit tudhatunk ma már erről? Hát ennek a bűncselekménynek a terheltje, gyanúsítottja úgy döntött, hogy egy Székesfehérvár külterületén lévő autóalkatrész szaküzletbe elmegy, ahol régebben dolgozott is, és ott megpróbálja a bevételt megszerezni. Ugye ezt megtervezte, elment, úgy alakult a helyzet, hogy egy ott dolgozót kvázi túszulejtett, és ugye az ő fejéhez fegyvert szegezve mentek be ebbe az épületbe, és ott követelte az ott lévő készpénz átadását, ami egy lemezszekrényben volt, amit nem tudtak az ott dolgozók teljesíteni, mert ugye kulcsa nem rendelkeztek. Úgyhogy közben meggondolta magát, egy minimális készpénzzel távozott, magával vitt egy azt, akit eredetileg túszulejtett, majd őt autóba kényszerítette, és elindultak a bűncselekmény helyszínétől, elindultak, és nem messze egyszer megálltak, és akkor kihasználva a figyelmetlenségét a kvázi túszulejtett állampolgár elmenekült. Ismerték egymást egyébként? Tehát, hogy a túszulejtett férfi és a gyanúsított? Szerintem nem ismerték egymást. Én úgy tudom, hogy nem ismerték egymást.
és akkor itt tudta értesíteni a rendőrséget, és hát ilyenkor indul be az a gépezet, ami azt gondolom, hogy talán a mi munkánknak az egyik legizgalmasabb része, amikor jön egy ilyen bejelentés, és hát ilyenkor mindig arra kell figyelni, hogy az adrenalin, amikor elindul, akkor az azért tud olyan dolgokat tenni, amikor az ember nem biztos, hogy átgondoltan cselekszik. Ezért kell egy olyan parancsnoki kontroll és koordináció, egy olyan tevékenységirányítás és a központi összehangolt munka, aki jelzésre reagáló egységeket összefogja, elosztja, meghatározza a főbb irányokat, meghatározza a területeket, amiket át kell fésülni, folyamatosan adja át az információkat, hogy mit tudunk az elkövetőről, mert az nagyon-nagyon fontos, hogy tudjunk egy személyleírást, tudjuk azt, hogy esetleg milyen autóval menekül, vagy ha gyalog van, akkor milyen ruházata van neki. És hát ez nagyon jól sikerült, illetve hát kellett hozzá egy kis kreativitás is, mert ugye átöltözött közben az elkövetőnk, de... Túl sok amerikai filmet nézett. Hát lehet, hogy így is készült, véletlenül így is készült, és a mélységi ellenőrzés közterületi támogató alosztálynak a kollégái, ők voltak annyira rutinosak, hogy feltűnnék egy olyan személy ott a környéken, aki nem úgy van öltözve, hogy januárba kellene, és őt így igazoltatás alá vonták, majd tudtak hozzá kötni egy autót is, amiben megtalálták ennek a elkövetés eszközéül használt gázfegyvernek a dobozát. Tehát innentől kezdve már csak mondanám, hogy új gyakorlat volt a többi, miután már meg volt fogva az elkövető. Egy nagyon bonyolult összetett kombinált helyszín volt, mert nagyon sok származékos helyszínt tartozott hozzá, ahol átöltözött, ahol elhagyott egy táskát, az autó, akkor maga az elkövetés helyszíne, tehát egy összetett, bonyolult szemlefeladatot határozott meg ez így nekünk, de szépen ezt meg tudták a kollégáim csinálni, és mondhatom azt, hogy tényleg bravúros gyorsasággal elfogtuk az elkövetőt, és a eltulajdonított összeg is meglett, illetve azok a tárgyak, amiket még magával vitt. Innen kívülről nagyon nehéz átlátni, hogy hogyan működik ez a rendszer. Beérkezik az ügyeletre, illetve a tevékenységirányítási központba hívás, és onnantól kezdve mi történik? Valakik kimennek a helyszínre, valakik bent van. Hogy működik? Tehát beérkezett a hívás? Beérkezik a hívás, az ügyeletes, aki veszi. Ugye maga a hívás, a segélyhívás, az a miskolci vagy a szombathelyi segélyhívó központba érkezik, ott egy operátor ezt a hívást rögzíti, egy adatlapot készít belőle, az adatlapot leküldi az adott tevékenységirányítási központba, és ha úgy ítéli meg, hogy fontos az, hogy a bejelentő közvetlen kommunikáljon a tevékenységirányítási központnak az ügyeletesével, akkor átkapcsolja a hívást. Na most jelen esetben is ez történt, és akkor így sikerült a lehető legtöbb információt beszerezni, és akkor rendelkezésre álló egységeket ez az ügyeletes azonnal elindítja. De közben ugye jelzi. Ilyenkor ezt, mindenki oda megy? Hát aki mozdítható, aki él és mozog, az ilyenkor elindul. Persze azt tudni kell, hogy egy fegyveres elkövetésnél ez megvannak azok a rezsimszabályok, amiket be kell tartani, tehát hogy a lövedőkálló mellénytől kezdve minden, tehát olyan autók mehetnek, amik ezzel ugye rendelkeznek, azok a közterületi szolgálatot ellátó autók, illetve jelzi ezt az adott rendőrkapitányságra is, hogy van egy ilyen esemény, ahol a bűnügyi állomány is ugyanezzel a protokollal akkor elindul, és itt a lényeg a koordináció, tehát az, hogy nem mindenki minden egy helyre zúduljon, hanem pontosan fel legyenek osztva azok a területek, amiket át kell vizsgálni, tehát hogy ez egy teljesen tervezett, tudatos munkavégzés legyen, tehát ne vigyen el minket az adrenalin, hogy akkor megyünk. Ez lehet a legnehezebb benne. Igen, de azt gondolom, hogy ezt meg lehet tanulni, tehát az ember, amikor ugye többször kerül ilyen helyzetbe, akkor ez egy nagyon olyan folyamattá válik, ami így beidegződik, és egy a lényeg, kapkodni nem szabad. Tehát a főkapitány úr hova ment? Biztos, hogy kiment valamelyik helyszínre. Nem, mert gyakorlatilag, amire elindult, volna megfogták az elkövetőt. Tehát ez egy ilyen szerencsés eset volt. De egyébként járok helyszínekre, hogyha kiemelt életelleni helyszínekre, nagyobb közlekedési baleseti helyszínekre, mindig ki szoktam menni, akármikor történik. Tehát. De azért ez sikerélmény volt, mármint, hogy nem a rablás, hanem az elfogás. Az elfogás az maximálisan az. És az embert ilyenkor egy nagyon jó érzés járja át. Én mindig azt mondom, hogy elégedettek lehetünk, de megelégedettek sose, mert mindig van olyan része, ahol tudunk még azért pozitív erőlépést tanúsítani.
beismerte, ahogy én olvasom, vagy ahogy én tudom a tettét az elkövető, de úgy tudom, hogy egy másik ügyben is gyanúsított lett, egy trafikrablás ügyben, tehát hogy akkor ez nem az első esete lehetett. Igen, az eljárás során még felmerült más bűncselekmény elkövetése is, amivel szintén ugye meg lett gyanúsítva, és hát nem olyan régen, tehát egy hónappal ezelőtt fejeztük be, milyen a rendőrségi eljárást, átadtuk vádemelési javaslattal az ügyészségnek, és hát igazából a ügyészség a vádemeléskor kommunikálta újra ezt az esetet. És azóta letartóztatásban van a férfi. Így van. Ami mondhatjuk, hogy kisebb ügyek, de nagyon bosszantja a székesfehérváriakat, azok a katalizátor tolvajok, tényleg rendszeresen történnek hasonló esetek. A felderítés biztosan nem egyszerű, de gondolom, hogy azért dolgoznak rajta. Hát folyamatosan dolgozunk, és sok sikerélményünk van a katalizátor lopásból is, de sajnos ezek az ügyek nem álltak meg úgy évközben, tehát folyamatosan lehetett hallani, és folyamatosan jöttek a bejelentések. Ugye itt azt tudni kell, hogy a katalizátor főleg régebbi típusú autóknál olyan nemesfémet tartalmaz, aminek értéke van, tehát ezért érdemes ezt megszerezni, és ezért érdemes azt a kockázatot vállalni az elkövetőnek, hogy levágja a katalizátort, és azt abból a nemesfémet, vagy magát az egész szerkezetet értékesíti. Több csapatot sikerült az év során felderítenünk, elfognunk, eljárás alá vonnunk, de maga ez a jelenség sajnos nem állt meg. De az utóbbi időben, hála Isten, azt mondom, hogy az jelentősen csökkent. Mi lehet egyébként erre a megoldás? Mert hogyha valakik börtönbe kerülnek, mindig olyan, mintha újra termelődnének. Hát lehet, hogy itt egy más megoldásba kéne gondolkodni, tehát hogy valahogy ne legyen értéke ennek az eszköznek, ne legyen érdemes ellopni, de ez azt gondolom, hogy alapvető jogi szabályozás kérdése. Felújítások is történtek Fejér megyében, a Sárbogárdi kapitányság alapkövét letették, de ezen felül, hát ami szembetűnő, az a Szabó Palota felújítása, ami kívülről már a régi pompájában ragyog. Mi minden történt ebben az esztendőben, ebben a tekintetben? Azt mondta is főkapitány úr, hogy szeretne erről beszélni, megértem. Nagyon sok minden történt, és erre nagyon büszke vagyok. Mindig, ahogy az elején is kezdtem, nekünk vezetőknek az a fontos, olyan körülményeket tudjunk teremteni a kollégáknak, hogy jó munkakörülmények között dolgozzanak, és ennek egyik elengedhetetlen feltétele maga a munkakörnyezet, a közvetlen környezet, hogy hova megyek be dolgozni, milyen az irodám, milyen a felszereltsége, milyen a bútorzat. Hát nagyon régi restancia volt már ugye Szabó Palota. Én amikor 2012-ben ide kerültem, akkor ugye meghallottam, hogy mizóház. Nem tudtam először, mi az a mizóház. Hát az volt a Szabó Palota, ugye toldozva. Úgy kellett állnunk, emlékszem, amikor interjúkat készítettünk, hogy próbáljuk úgy, hogy ne legyen folt benne. Igen. Mindig igen. Volt. Nem volt egy egyszerű ezt megoldani. Hát egy 3 évvel ezelőtt sikerült már nyilászárókat kicserélni, és mindenképpen azt szerettük volna, hogyha egy komplett tetőcsere lesz, mert nagyon rossz állapotban volt maga a tető szerkezet is, meg a héjazat is. Nagyobb szélnél többször előfordult az, hogy cserepek estek le az udvarra, szerencsére csak a belső udvarra, és talán ki nem. És ezt sikerült az idén megvalósítani. 3 ütemben újították fel a tetőt, illetve kompletten kicserélték, egy új koszorút betonoztak föl, tehát egy nagyon komoly munkálatok folytak. Hát a középső ütembe úgy jártunk, hogy jött a pünkösdi eső, és az megtette azt a hatását, hogy több második emeleti irodába leszakadt a mennyezetnek a vakolat része, tehát ott kellett még dolgozni ahhoz, hogy azt helyre lehessen állítani, de minden rosszban van valami jó. Most kíváncsi lettem, hogy ebben mi lehet a jó. Ebben az lett a jó, hogy egy ilyen kazettás álmennyezettel megcsinálták az egész második szintet, és új, az energiakorszerűsítésnek köszönhetően új ledes lámpák is kerültek bele, és teljesen más a feelingje. Néha azon gondolkodtam, hogy hát lehet, hogyha az első emelet is kicsit megázott volna, de az nem ázott meg. Tehát mert főkapitány úr irodája az első emeleten van. Első emeleten van, de ez az enyém az teljesen rendben van, ez, ahogy átvettem, még mindig úgy van. Az a lényeg, hogy itt a kollégáimnak jó körülményei legyenek, de tényleg nagyon szép lett egyébként a második emelet ezzel a kazettás álmennyezettel, teljesen más képet mutat, illetve a külső színezése történt meg, és eredetileg visszaállítva a lábazati köveket is, tehát ott külön ilyen restaurátori munkával mintázták meg, hogy ugyanolyan legyen ez a
lábazati kőnek a felülete, elhelyezkedése, látványa, mint amilyen volt eredetileg, és ehhez csatlakozik még az a kerítés, ami a Deák Ferenc utcára néz, az elég rossz állapotban volt. És az a kis bódé, ami nem tudom, hogy őrtorony volt-e annak idején. A kis bódét is felújították, hát üres belülről. Azt tudni kell, az elmúlt pár évben egy jó pár baleset volt, ami érintette ezt a kerítés részt és a bódét. Tehát volt, amikor egy autó bement a bódéba szó szerint, és a jobb elejeben volt a falon belül. De ezt is, ez is el lett készítve. Hát de gyorsan kiértek a kollégák segíteni. Hát igen, ennek ez az ódiuma, hogy rendőrségre menni, akkor hamar odaér a kollega. És a kerítés is meg lesz, az is el fog készülni jövő év elejével. Úgyhogy szerintem nagyon jól néz ki, tehát visszanyert a régi patináját. Illetve zajlik a főkapitányság területén a másik épületnek a felújítása is, egy energetikai korszerűsítés, illetve külső felújítás. Ez a Székesfehérvári kapitányság? Nem, ez még a megyei főkapitányságnak a másik hátsó épülete. Az is zajlik, és az M7-es autópálya melletti alosztálynak az épület felújítása is zajlik. Az is egy jövő év közepére elkészül, ugyanúgy, mint ahogy a főkapitányságnak ez a másik épülete is. Mellette Sárbavári kapitányság, amit említettél az előbb, az úgy néz ki, hogy a műszaki átadás az egy olyan jövő nyár közepe vége fele megtörténhet, nagyon szépen halad a munka. És mellette még két őrsöt újítottunk fel az idén, az egyik a Martonvásári, a másik pedig az Enyingi. Az Enyingének még a belső felújítása most zajlik. Úgyhogy azt gondolom, nagyon sok pozitív elmozdulás van, és hát nagyon bízom benne, hogy a Móri rendőrkapitányságnak az épülete is hát nem meg fog újulni, hanem egy új kapitányságot szeretnénk oda Móra. A terület már megvan, hogy hova lesz, és ha minden jól alakul, jövőre már a tervezési folyamatok talán el is indulhatnak. A Fejér megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya az valahogy országosan mindig élen jár. Több olyan program is volt, amit itt indítottak el, és aztán országossá vált, és megint tulajdonképpen sereghajtó lehet, hiszen az országban azt hiszem, hogy elsőként hozták létre ebben az esztendőben a bűn. Sereghajtó az utolsó, nem? Tessék? A sereghajtó az utolsó. Ja, igaz, nem sereghajtó, hanem elsőként mutathatta be, igen. Tehát, hogy bűnmegelőzési központ. Igen, hát ehhez kellett a Székesfehérvár megyei jogúvárosi önkormányzatnak a támogatása, személyesen polgármester úr támogatásával, hogy kaptunk Palotavárosba egy több mint 60 négyzetméteres földszinti helységet, amit be tudtunk ennek rendezni, illetve a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak a támogatása, akik mintegy 2 millió forint anyagi támogatást adtak annak a butorozására, berendezésére. Én nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült ezt megvalósítani. Hát ennek a motorja, ahogy mondta az a dr. Vörös Ferencnél az ezres asszony, aki a főkapitányság bűnmegelőzési osztályának a vezetője, aki egy hihetetlen elhivatott személyiség, és az ő munkájuk révén alakult ki ez a szép. A főkapitányság ugye hozzátette azt a műszaki munkát, amit ott kellett ugye a belső tereknek a felújításával tenni, és hát el kell oda menni, meg kell nézni. Ami nagyon fontos volt, hogy legyen egy olyan külső helyszín, ahova bárki nyugodtan bármikor bemegy, mert sok olyan ember van, aki azt mondja, hogy rendőrségre nem megyek. De lehet, hogy szeretnék valamit kérdezni, lehet, hogy szeretnék tanácsot kérni bármiben. Itt megvan az a lehetőség, hogy nem kell bejönni a rendőrségre, de szakemberekkel találkozik ebbe a bűnözési centrumba, és külön van egy helység kialakítva az ilyen ügyfeleknek a fogadására. Illetve vannak olyan közösségi helységek, ahol időseket, fiatalokat, különböző korosztályokat lehet fogadni külön csoportfoglalkozásokra, és nagyon sokan élnek vele, és nagyon szívesen mennek. Mindig azért van egy kis apró ajándék a gyerekeknek, főleg szeretnek oda járni, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Tehát az állampolgárok bizalma nekünk a legnagyobb jutalom, amit kaphatunk. És mindig el szoktam mondani, most is elmondom, hogy lehet nekünk bármilyen jó bűnügyi statisztikánk, lehetünk 110%-osak minden kategóriába, hogyha az állampolgárok adott térben, időben nem érzik magukat biztonságba, akkor az nem ér semmit. Mit adhat mindenhez hozzá egy ilyen felvilágosító foglalkozás, vagy az, hogy jelen vannak, és bárki benyithat egy ilyen bűnmegelőzési központba? Én azt gondolom, hogy nagyon sokat adhat. Egyrészt, amikor én gyerek voltam, nekem mindig azt mondták, hogy a rendőr, rendőre soha nem vitatkozunk, a rendőr az rendőr, attól
tartani kell. Na most ebbe az intézkedés kultúra váltás, ami elindult egy jó pár évvel ezelőtt, ahol a szankcionál rendőr szerepét felváltotta a segítő támogató rendőr, itt egyértelműen az a cél, hogy úgy tekintsenek a rendőrségre, a rendőrre, mint aki segíteni akar, és segíteni is fog, hogyha én bajba jutok. És ennek egy szegmense maga ez a bűnmegelőzési centrum ebből a szempontból, hogy ott is megkapom azt a segítséget, vagy azt a tanácsot, azt a támogatást, hogyha ha én szeretnék valamit megtudni, vagy szeretnék akár egy adott esetben egy olyan emberrel beszélni, aki ért ahhoz, és tud nekem segíteni, vagy válaszolni, vagy tanácsot adni, hogy ilyen helyzetben, amiben kerültem, mondjuk mit lehet tenni. A gyerekek szempontjából az a legfontosabb, ugye a veszélyeztetett korosztály, nagyon fiatalok, idősek, hogy egyrészt szokják meg azt, hogy rendőrrel találkoznak, rendőrökkel beszélgetnek, tehát ne legyen az, hogy meglátok egy egyenruhást, és akkor megriadok tőle, hanem tudjam azt, hogy... náluk már úgy lesz, hogyha megállítják őket felnőtt korukban, mondjuk autóvezetés közben, akkor nem kapnak szívinfarktust? Hát én nagyon bízom benne. Aha. Nagyon bízom benne, hogy ez a hozadéka meg lesz neki. A másik pedig az, hogy egy kicsit magát a rendőrséget, magát a rendőri szakmát is megismertetni a fiatalokkal. Ugye ennek ugye elengedhetetlen szerepe van a toborzással kapcsolatosan. Tehát ha valaki kedvet kap hozzá, akkor mi ugye tudjuk terelgetni azt, hogy milyen irányba menjen akár tovább tanulni, hogyha ezt a hivatást szeretné választani. Direkt nem szakmát mondtam, hanem hivatást. Mert azt gondolom, hogy ez az. Tehát egy elhivatott emberek dolgoznak itt. Nagyon sok olyan kollégával dolgozom együtt, akik hihetetlen jól dolgoznak, és azt gondolom, hogy a Fejér megyei főkapitányság személyi állománya mindent megtesz azért, hogy itt ebben a megyében rend legyen. Jövőre akkor ez a cél, hogy rend legyen? Hogy lehet rend? Mik a célok 2022-re? Azt hiszem, először mondtam ki. Hát azt hiszem, hogy ez minden évben cél, hogy rend legyen, mert hogyha rend nincs, akkor nagy baj van. De én úgy érzem, hogy nagyon, tehát stabil, megtartott közbiztonsággal rendelkezik Fejér megye, amiért nagyon sokat teszünk, hogy ez így is maradjon. Nagyon fontos az, hogy ha bekövetkezik a baj, akár bűncselekmény, akár baleset, a lehető leggyorsabban reagáljuk és próbáljuk megoldani a helyzetet. Azért azt tudni kell, és egy kicsit most átnyergelnék így a bűnügyi területről a közlekedés rendészetre, hogy... Mert mindig csak trafipak szólnak a rendőrök. Hát ez így ebben a formában szerintem nem igaz. Nem csak trafipak szólnak, mást is csinálnak a rendőrök, de azért azt tudni kell, hogy a baleseteknek a legjelentősebb hányadát a gyorshajtás okozza. Tehát nekünk mindig azokat a baleseti okokat kell visszaszorítanunk, amik a legtöbb balesetet okozzák. És még annyit erről a megyéről, hogy ugye centrális elhelyezkedéséből fakadóan 4 autópályával rendelkezve, sok első, másodrendű főutakkal rendelkezve hatalmas az átmenő forgalom. Tehát ezt úgy tudnám legjobban apostrofálni. Mikor ide kerültem, több mint 9 évvel ezelőtt, akkor volt egy olyan közlekedés biztonsági PPT, amiben volt egy olyan díja, ami az egy nap alatt a Fejér megye összes közútján átmenő egységjármű forgalom nagyságát mutatta. Az egységjármű, ezt úgy kell elképzelni, hogy egyet ad egy autó, 0,7-et mondjuk egy motor, 2-t egy kamion, és ezt az egységjármű halmazt, ami egy nap alatt átmegy a megye összes útján, ha egymás után beállítanánk, és elindulna a sor az M7-esen lefele Székesfehérvárról, akkor ez 2012-ben Milánó ígért el ez a sor. 2015-re ez a sor már elért Torinóig, tavaly évben pedig már elértük Nizzát. Azt a mindenit. Nagyon nehéz ezt így elképzelni, de ez az igazság. Tehát ekkora áthaladó forgalom van a mi megyénkben, ami magával hozza azt, hogy ugye alapvetően arányaiban több a baleset, mint ahol azért kisebb a forgalom. De igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy ezeknek a számát csökkentsük. Ugye itt a bűnmegelőzési centrumhoz visszatérve nem csak bűnmegelőzés, itt balesetmegelőzés is működik. Ugye van egy Fejér megyei balesetmegelőzési bizottság, aki komplett programokkal egész évben próbálja megcélozni azokat a korosztályokat, tudunk segíteni, illetve tudunk tanácsot adni, hogy minél biztonságosabb legyen a közlekedés. Úgyhogy nem egyszerű a dolgunk közlekedés szempontjából sem. A nyár az igazolta ugye augusztusban ez a Szabadbattyán mellett lévő buszbaleset is, hogy tudnak tragédiák, nagy tragédiák lenni sajnos itt a megyében. De egy másik balesetet említenék, hát nem is tudom, talán 2 hónappal ezelőtt volt, 2,5 hónappal, M6-oson egy kis buszba munkások mentek hazafele Budapestről, ott
egy utoléréses baleset megelőzése érdekében a sofőr elrántotta a kormányt, majd visszarántotta, kibillent az autó, megpörgött, felborult. 80 utaztak a kis buszba, senki nem volt bekötve. Senki. A 8-ból 6-an kiestek, a 6-ból 3-on meghaltak. Az a kettő, akiben maradt, ők sem voltak bekötve, de könnyű sérüléssel megúsztak. Tehát meggyőződésem, hogy ha ez a 8 ember be van kötve, akkor valószínűleg a balesetet elkülön nem tudják, de hogy nem lesz ilyen súlyos kimenetele, az biztos. Mi is kellünk ahhoz, hogy biztonságosan tudjunk közlekedni. Főkapitány úr, nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az esztendőben is eljött hozzám, és hogy hozzánk, és remélem, hogy azért jövőre majd kicsit többször találkozhatunk, és a Covid elmegy most már jó messzire. Hát én is nagyon bízom benne, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és minden kedves nézőnek nagyon boldog új évet kívánok. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozzunk jövőre. Boldog új évet kívánok én is önöknek, viszontlátásra.